Korodi Attila lesz az RMDSZ polgármester jelöltje Csíkszeredában, és kialakult a tanácsos jelöltek sorrendje is tegnap a csíkszeredai városi küldöttek tanácsának rangsoroló ülésén. Ma Korodi arról is beszámolt, hogy 8769 támogató aláírás gyűjtöttek össze az RMDSZ európai parlamenti listájára. 8769 támogató aláírás gyűjtöttek össze Csíkszeredában az RMDSZ európai parlamenti listájára, jelentette be pénteken Korodi Attila polgármester. Kifejezte azzal kapcsolatos örömét, hogy 2,5 hét alatt ekkora bizalmat kapott a szövetség a csíkszeredaiaktól. Ez az évtized lehet a mi lehetőségünk, nyereségünk, lehetünk nyertesének az évtizednek, vagy vesztesei, egész Kárpát-medencei magyarság arra kell tölekedjen, hogy mindenki a saját országában, mi itthon Erdélyben, Romániában képviselve legyünk az Európai Parlamentben a kollégákon keresztül, így tudjuk erősíteni azt az összefogást, ami most kibontakozott. A csütörtöki városi küldöttek tanácsának rangsoroló ülésén egyébként eldőlt, Korodi Attila lesz az RMDSZ polgármester jelöltje Csíkszeredában, 32 szavazatot kapott a tagoktól. A szavazáson 39 VKT tag szavazhatott, közülük 2, Szőke Domokos és Veres Dávid nem élt a lehetőséggel. Előbbi maga is megmérettette volna magát a június 9-i választáson, de csak 3 szavazatot sikerült begyűjtenie. Az ülésen a tanácsos jelölti sorrendről is szavaztak, a következő személyek szerepelnek majd az RMDSZ listáján a kialakult sorrend szerint: Bors Béla, Ábrahám Előd, Sógor Enikő, András Hunor Jenő, Bardóc László, Szikszai Tamás, Cilip Árpád, Füleki Zoltán, Trendafir Orbán Tímea, Cikó Mária, Bogos Ákos, Bogyó Löffler Mária, Veres Otto Benyámin, Tófalvi Éva, Veres Dávid és Szőke Domokos. Ahogy arról már beszámoltunk, Csíkszeredában nem szerveztek álló urnás előválasztást a helyi önkormányzati jelöltek rangsorolására, az idő szűkösségére hivatkozva. A döntés ellen tiltakozva Veres Dávid önkormányzati képviselő aláírásgyűjtést kezdeményezett.